Ez itt a Ricskesz. Ez itt a Ricskesz. A Ricskesz-tett hallgatott. Ricskesz. A műsor az NK -a támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásával. Ilyen illusztris vendégem van, és akkor csak azért is si fogom azt egy hogy legendás, hogy ne elkezdhessen tiltakozni. Ki nem más, mint Big Daddy Laza. Szia! Hát, hello, sziasztok! Hello, hello. Már többször gondoltam rá, hogy meghívlak, mert hogy szerintem, ha kártel interjúon, akkor te szoktál a legkevesebbet beszélni általában, és gondoltam, hogy fordítsunk ezen a tendencián, és most, hogy így kijöttél ezzel a Big Daddy Seven márkával, meg kijött a bohóc is, gondoltam, hogy itt az ideje, akkor hm. most üljünk le beszélgetni. Tök jó. Figyelj nekem, az első kérdésem az az, hogy ez már nyilván sokszor, sok helyen elhangzott, de ugye azért ezt a műsort alapvetően rock zene hallgatók hallgatják talán többségben. Azt mondd el nekem, hogy te mikor kerültél kapcsolatban úgy a reppel, hogy te reppelni akarjál? Minek hatására? Ö ez egy érdekes dolog, mert egyébként elképesztő rockbeállítottságú vagyok, szóval, hogy, hogy gyerekkoromban és nyilván a nagy, nagy, nagyokat, nagy öregeket hallgattam, ugye a Deep Purple Zeppelin, stb. Black Sabbath ilyenek, és egyébként hál' Istennek a nagyfiamra ez át is ment. Volt egy picit ilyen, egy rövid időszak, rep de, de egyébként ő rá is átment, ez abszolút a 70-es évek rokja. És, és én abszolút, és szinte mind a mai napig, bár nyilván rengeteg repzenét hallgatok, és azért zenei minden evő vagyok, de, de, de hogy, 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 hogy a kérdésre válaszoljak, ez úgy jött, hogy ugye Rogzenét hallgattam, és barátaink még annó az átkosba diszidáltak Amerikába. És, és, és állandóan küldtek haza, meg amikor már haza tudtak jönni, akkor jöttek haza, és akkor hoztak ilyen embertelen gettóreppeket Los Angelesből, és nyilván a, a, a West Coast tetszett nagyon nekünk, és volt egy, volt egy, 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 rapper, egy nem is volt, hanem még mind a mai napig van, túlsort a neve, aki annyira tetszett, mert, mert rengeteg albumot megcsinált, és csak a pináról, és csak a pénzről, és csak a drogokról beszélt. de, de esküszöm neked, hogy a, a, akkor, amikor úgy, úgy abba már a, a lemezeinek a követését, akkor már mint a ilyen 12 albumnál tartott, és másról nem szólt az egész, csak a kurvákról, meg az, hogy ő egy strici, és hogy a lóvé, és a cucc, és és esküszöm neked, hogy, hogy hogyha utána néztek, meglátjátok, brutális a csámú, és nagyon-nagyon jó zenét játszott, és nagyon-nagyon jó szövegei voltak, és amikor én az Olival összekeveredtem, és nyilván ez visszavezethető ilyen 93-94-re, amikor már ugye már nem szex-action-öztek, hanem, hanem action-öztek, és akkor már ment a terror meg ugye az első az összeomlás volt, és akkor ugye a Steve volt a, a, a ródjuk, és a, akkor, akkor az olivali De én még láttam dancebe is dobolni, meg minden, és akkor tudod, akkor, akkor ugye hardcore volt, és, és így elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy, 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 ki mit csinál, meg mit, hogy, és akkor, és akkor meg, ja, meg hát nyilván tudod, ott az amatőrliga, és, és akkor mondta, sustorogta nekem, hogy ő akar csinálni egy ilyen gettó rep, mely ilyen bandát, és hogy a szaszáva már összeállt, és hogy a Steve lesz hátul, aki nagyon keményen áll csöndesen, és akkor így sorolt, hogy a sámsonga mit nézte ki, is, és, hogy, és, hogy, én, én vágom a reppet és mondta, te hülye vagy, hát már nagyon-nagyon régóta ugye, hogy a slep haza a jó repeket, nagyon-nagyon régóta a repet hallgatok, túlsordot, és hát ugye az ember úgy, 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 próbálja nyomni meg utánozni, az hogy, az, hogy én, az, hogy én nekem ez ilyen tudatos lett volna, hogy én úristen, én, én rapper leszek, hogyha így nevezhetjük ezt, a, a, a azt cáfolom szóval, hogy ez ilyen tök véletlen volt, mert mondom, rengeteg ilyen zenét hallgattam, ritmusérzékem azért mindig volt, meg zeneiskolába is jártam, meg, 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 azért úgy volt közöm a zenéhez, de hogy én kivondott a rapper legyek, az egyáltalán nem, ne, nem, volt meg, mert nem is, ez mondom, így a Zoli hatására jött. Ugye azért a és zene... Ja, bocsánat, és még most se nevezni magamnak ennyi év után. Ugye azért a zenekar 27 év alatt megéltetek elég kemény dolgokat, voltak magasságok, mélységek, stb. Te vagy az egyetlen, aki az elejét a fogva kitart az Oli mellett. Neked melyik volt a, a kedvenc időszakod a kártelben, és melyik az, amire a legkevésbé szívesen emlékszel vissza? <hül> Hát hogy is mondjam neked, az első 16 év az brutális volt. Az, az tudod, amikor szokták mondani, hogy arra kevésbé emlékszik az ember, nyilván nagyon-nagyon sok momentumára emlékszem, és akkor, amikor még együtt voltunk. Hát nyilván ugye a Lóri nagyon hamar elment, két év után, nem mondom, hogy, hogy, sajnáltuk, vagy örültünk, mert nem az volt, hanem olyan megdöbbenése vettük, mert egyébként jó voltunk mi a, az alapfelállásba őten. És, és, akkor ugye jött a dópmen, és akkor az is, az is, az, is, egy jó időszak volt, nem lehet uh, rosszakat mondani, ott szerintem ott két dudás egy csárdában próbált lenni az oli meg a dópmen, és akkor ott azért volt az, hogy utána később elment, de, de mondom, tisztán emlékszem arra, hogy az első 16 év az olyan fergeteges volt, ott olyan, olyan jól éreztük magunkat, meg olyan a jó albumok készültek, meg olyan jó logok történtek velük, sziget nagy színpadok, meg, meg, ugye rengeteget voltunk, Amerikába jártunk, meg, meg szóval, hogy az egy olyan jó időszak volt, én meg össze voltam nőve a Steve-vel, ugye mi a sósav testvérek voltunk, mindenkit rongyá martunk, és minden állatság tőlünk indult, és, és, és zseniális volt a, a, mi közreműködésünk, ugye, és, és az nagyon-nagyon jó volt. Nem mondhatnám, hogy, hogy, hogy volt olyan időszak, amire nem szívesen emlékszem. Nyilván az volt az első rossz az egészben, amikor, amikor egy olyan váltás történt, hogy már nem mehettek a haknik, meg a, meg a, szóval, hogy így volt egy, volt egy olyan párfordulás ebben a, a zenei érában, hogy hogy át kellett nyergelni arra, hogy minél szűkebbre venni a stábot, és mert nem volt pénz, minél szűkebbre venni a stábot, és, 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 úgy eljárkálni, hogy élőbe eljárkálni. Ami nem volt szar élőbe eljárkálni, zenélni, mert nyilván mindig jó zenészek voltak mögöttünk, csak akkor tudod, úgy nem, nem tudtunk úgy, úgy olyan nagy sleppel menni, meg, 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 több busza, meg, 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 meg ugye így, 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 hullott el a sámsom, meg a Steve valahol, mert akkor már négyen voltunk. De ugye, a, azt ti hoztatok meg ezt a döntést, nem, hogy nem csináltok. Mi, mi, mi hoztuk meg a döntést, de, de, de szó, szó, ez ilyen kényszeredett döntés volt. Ja, szóval nem az volt, hogy oh, most mi kitaláltuk, hogy, hogy így lesz. Nem, rá voltunk erre kényszerű, és nem esett jó. Főleg a Steve rész, tehát a, a, a Steve felé, mert ő annyira kis testvérünk volt, meg annyira. A Gabi az ő, nem sokat cicizott, sőt, ő még azért úgy dünnyögött is egy kicsit, hogy menjetek a picsába, de nem. Tehát, hogy meg kellett érteni azt, hogy, hogy, hogy ennek így kellett lenni. És hozzáteszem, hogy kuramelós volt. Szóval elmenni egy trióval mögöttünk, ahol volt egy pici hard meg néha billentyű, és ketten elől, hát gondolj bele, refrének, verzék, stb. minden, szóval hogy azért, azért rettenetesen melós volt. És az nekem ott fájt az a váltás. Az, 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 de, az de nem volt. De jó. ugye már eleve, amikor a, a Dopman elment, és hogy ott a gyilkosságért élemeztem, ott is ugye B-ember lettél, ott is azért több szerep hárult rád, nem? Ja persze, hát igen, ő, ugye, ugye, amikor a, a vádolókó, én nekem a vádolókó volt az első olyan nóta, amit igazából úgy megírtam a, a Kártelnek, előtte ugye csak a huligánsnak írtam szövegeket, és és a Kártelbe úgy, úgy, úgy az volt az első ott, amit megírtam, és utána nyilván már nem, nem az volt, hogy, hogy a Zolinak a szövegeit kellett mondani, hanem, hanem letudtam én a saját gondolataimat, és nyilván így, így egyértelmű volt, hogy a Zoli támaszkodhatott rám, hogy, hogy, hogy én legyek a B-ember, akivel tulajdonképpen repel, és hát reményeim szerint én azt gondolom, hogy azért elég sokat fejlődtem a kezdeti, végtedi, ellek, kibaszott házban. Na, mind hangszínben, mind, mind stílusban, mind, meg, meg szövegírásban. Én azt hiszem, hogy azért íródott egy-két jó szöveg. Ugye az utóbbi időben, de sőt, még nem, is, még nem is az utóbbi időkig, hanem, hogy inkább arra lennék kíváncsi, hogy ugye ott volt egy időszak, amikor kicsit ilyen kísérletezősbe mentetek át. Tehát ugye már a, a Pokoli Lecké, csak nem jutott eszembe, hogy a cím, mert a pokoli leckén is ugye volt kísérletezés arra, hogy a rock metal elemeket beemeljétek a zenébe, ahol ugye konkrétan szerepeltek legendák is elemezen, ugye Kőbánya Blues 2-be, hátrajutjuk is stb. Igen, hogy Igen. ott, mintha lett volna egy kis, kis értetlenség a közönség egy részében, nem? Vagy ez csak nekem tűnik úgy így, így utólag? Ez, ez, egy, olyan dolog, sokszor beszélgettünk arról, meg nyilván riporterek megkérdezik, hogy hogy jön, meg mint jön egy lemez, meg, meg sotta, hogy, éppen egyébként, hogy az is szerintem ez a pokolilecke is úgy jött, meg nagyon-nagyon sok album, hogy, hogy, az, hogy az, embernek Embere rajta van éppen egy, egy, egy valami, ahogy, hogy milyen zenét hallgat, mivel foglalkozik, mi, 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 mit tesz, is szerintem akkor éppen Zolinak pont ilyen, ilyen metál őrülete lehetett. Mert egyébként minden lemezünket az határozza meg, hogy a Zoli éppen milyen stádiumban van. Nyilván, nyilván lehet ráhatni, meg lehet lehet vele beszélni dolgokról, hogy ez így legyen, úgy legyen, de akkor még erősen az volt, hogy a, hogy a Pieróval ők mindig ketten összedugták a fejüket. Sok beleszólásunk nem volt. Most már hál' Istennek a Józsa alex azért már lehet, lehet sokkal egyértelműbb. Azért, azért most ők ennyire, mert így eszembe jutott, ugye mondtad a vál -vál és eszembe jutott a Rossz fiúk lemez, meg ugye a filmzene album, hogy akkoriban ugye annak a filmnek egy része Esztergomban forgott. És Ah, ahol én jártam általános iskolába, attól volt a forradás 200 méterre. Igen. És Mindig kiszögdöztünk szünetbe, és mentünk oda forta, és a Sastomás és azt már üvöltve zavart el minket másnak. Nem fog ide jönni a kártel, meg az Zoli, menjetek innen a picsába. Hát, így, így szegénynek a, teljesen az idegeire mentünk Meddig egy idő után. voltunk valami nagy hangár, valami helyszínen. Igen, igen, de az nem Esztergomba az volt az szerintem. Az nem esztergomba volt, szerintem. volt, szerintem. Lehet, nem. hogy Budapesten volt már az, mert ott volt valami, ott rohangáltak a gyerekek fel alá, meg mi is ott vonultunk, nagyon keményen meg minden. Igen. Nem igen. csak, hogy az... az, az Mint sztori. Emlékszem, hogy 96 óta hallgatok én kártelt, 97-ben láttalak titeket először élőbe, és hogy, hogy talán a Heldorado volt az első, amit már úgy vártam, de emlékszem, hogy a, a rossz fiúk volt az, hogy minden nap mentünk be a oda megkérdezni. Megjött már? Megjött Télle. már? Tényleg? Meg is már? Ma, ma mondta hogy hagyjatok itt a telefonszámot telefonálni, fogok. Nem kell bejönni egy nap kétszer megkérdezni. Az, de az, az jó. Az már abszolút absz absz Tök jó sztorik igen. Ezek. Ezek Egyébként de nagyon sok szó, mert ben... 55 leszek jövőre, és nagyon-nagyon sok fiatal most is jön, most zentán voltunk a múlt hétvégén. Szombaton, és ugye nagyon, vagy nyolc, vagy tíz éve nem voltunk már ott. És, és emberek jöttek, és, és olyan fiatalok, és milyen mondta, hogy nyolc évesen az ágyon ugrált, úgy hallgatott minket, és és, és, és hogy egyszer neki hihetetlen, hogy itt vagyunk. Szóval, hogy annyira jó, ilyen jó pofasztorikat hallgatni, hogy ki, ki, hogy találkozott, és van olyan volt olyan srác, aki az a, hogy a nagypapájától hallott az, az, az a, az hogy hány éve tett, hogy egy gyerek a nagypapájától kell, hogy hallja a, a zenénket. Szóval az brutál. Nekem az ennél prózai volt, nekem a bátyámék hallgatták, és ugye 95-ben, mikor a, a az egyenesen a gettóból kijöttük, akkor már hallgatták, csak ugye akkor hogy 8 éves voltam, még nem feltétlen értette, meg nem feltétlen kapott el. Azt mondtam, után, utána megnéztük a veszélyes elemeket, ezt, azt, és úgy kezdett leesni ez a zenei világ, igen. csak ugye utána a jéget ezt ott meg már, már fanság volt teljesen. Igen, igen, már. igen. Igen, a Jégre Teszlek volt az, tehát nyilván a, a kultalbum az a három album, egyenesen a gettóból a Jégre Teszlek és a Heldorado dupla, és, és hát ez, ezek is voltak benne ebbe a 26 pluszos dízdobozba, mert ugye a, nyilván a legelső a, a, az egyenesen a gettóból, azt még nem lehetett olyan nagyon ütősnek nevezni, de egyébként, ha egy utólag vissza, szóval meghallgatod, akkor azt mondod, hogy jó, hát nyilvánvaló felforgatta az itthoni Hogyne? szénát teljesen, hogy oh, hát hallottad, hogy mi ez? És utána a jégre teszlek volt az, ami mind a mai napig arra mondják a rajongók, hogy na az 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 album, amit az elején beraknak, és a végéig végighallgatják. Szóval nincs az, amikor így skippeled a, a dalokat. Érdekes egyébként, hogy nekem nekem még tovább is kitartott ez, olyannyira, hogy én... Na, El Dorado a is olyan, nem? Sőt, nekem ilyen a pokoli lecke is, amúgy, a rossz fiúk az egyértelműen, azért mondom, az a, a, ez, ezek az élmények, a forgatás, meg a satöbbi kapcsolatban, de a jelenlegi munkahelyem előtt elfutnak a filmbe egyszer. Igen. Tehát, és akkor még nem gondoltam, hogy abban a boda fogok dolgozni Igen, egyszer. Igen. Ugye meg utána a gyilkosságért értére azért voltam baromi kíváncsi, mert megváltozott a képlet, és Igen. azon nekem még, még most is vannak olyan dalok, ami elsőnek, elsőnek ugrik be, hogyha mondjuk azt mondom magamnak, hogy kárt el. Sőt, nekem egyébként a szabadagazda meg az egyik abszolút kedvencem. Igen, így jó, hogy így, így mondod őket, mert az embernek egyébként összefonnak ezek a dolgok, de egyébként ne, nekem is van, és, és kimondottam annak kedvenc nóták. Egyébként a gyilkosság RT volt az, ami előtte egy nap passzán vettem motorba esetet, úgyhogy nem, nem, nem ez meg, megjelenést már nem értem meg, meg korrázba feküdtem. De mindegy, szóval, hogy az, az, nagyon jó, és a a klip forgatás az egészen zseniális volt. Azt az indián forgatta, a Galler Andris, és, és, hát ugye visszacsöppen, hogy a 30-as évek ilyen gangster movie belőle, hát egyszerűen zseniális volt. Nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy ö, ö, megint visszakanyarodok a kérdésedre, abszolút ö, mindig az volt, hogy, hogy, hogy éppen az olyanak milyen hangulata volt, és akkor egyébként minden albumunk úgy készült, és pont most beszélgettünk a Rockstar magazinnal is, és, és ott is az volt, hogy, hogy, hogy jött meg a stílus, meg a hite. Ez volt, most ez jött ki. Az old School-nál is ez jött ki, hála Istennek. Szóval, hogy, hogy így most, most, az volt, hogy ilyen nagyon ős akartunk. És, és így ez jött ki, és jól sikerült az old school, az kimondott kedvencem. Hát figyelj, az egy olyan lemez volt, hogy nekem egy pici megbicsaklása, amikor már azt hittem, hogy vége lemeznél volt, ott van egy pár, mert nem tudok mit kezdeni, igen. és a lelkesedés nem csökken, nyilván ugyanúgy eljártam a koncertekre, meg ugye dolgoztunk, és együtt szerveztem, és nektek bulikat, Igen, igen tök de tök hogy, 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 nem volt olyan, ami, amit úgy tudom, ne szeretnék, vagy ez az, de az old schoolnál jött vissza az az érzés, hogy ez a mintha gyerek lennék. Igen. És ugye most, hogy kicsit rákanyarodjunk a bohócra is, ugye amikor a bohócot elkezdtétek csinálni, ugye nekem a sziszka tök jó cimborám, és hogy mondja nekem, hogy figyelj meg, látod ücském, ez nagyon jó lemez lesz, meg nem biztos vagyok benne, csak azért várom, kíváncsi vagyok rá, hogy mi fog bele kisülni. És uh, mikor kijött a lemez, és meghallgattam, nem szembe dicsérni akarlak, hogy én kurvára nem erre számítottam. Ugye, ez az eleve kijött a, az egy élet se számít klip, azért nagyon schoolos. Igen. Jó, jó, kurva jó pofan volt ugye volt a balhélesz, az kicsit ilyen, ilyen, rátok jellemzőbb inkább, Igen. jött ugye a szólódalod, na mondom, a Csikán osztály, tök király, érted, mondom, a tök faszad, de még mindig nem tudod, hogy milyen lesz a lemez, mert három tök különböző dal. Igen. És ki a lemez, berakod, eleve most szerintem az kitek is kibaszottul ellettek találva, ugyanúgy, mint az előzőnél is, és ugye berobban a bohóc, és így néztem, hogy azt a kurva. Ha, mi Ami lesz itt. És amikor vége a lemeznek, ott Nem kell terléptetni semmit, Igen. És, hogy ilyen, és amikor sokat szor sem léptetem el az átvezetőket sem, mert hogy tök Igen. jó, tök jó rajta az ember, meg tök király. És hogy, hogy írtam is a sziszkának, hogy figyelj, ez kibaszott, jó? És tök érdekes, amit feltettem róla videót, az egyik legnézettebb ilyen lemez bemutatós videóm lett, mert szerintem 6000, nem tudom mennyien megnézték, érted? És hogy, hogy ha ott megnézed mondjuk az alatt a kommenteket, ez tök reprezentatív. Nyilván van egy-két ember, aki előjön ezzel, hogy hát már nem égeteztek, meg nem Eldorádó. Ezek de... nem, lehet, nem, lehet, ugyanazt csinálni, mint 28 évvel ezelőtt, me, me, meg, 25 évvel igen, ezelőtt. Meg nem is 25 már éve ezelőtt ezelőtt hát, van, Persze, hát te... teljesen megváltozott a világ. Annyira más világot élünk. Nem mondhatod a ízének, a tankcsapdának se, hogy csináljon mennyország turisztot. Szóval Így hogy, van. Hogy, szóval, hogy, mert, nem, mert más, más, lesz az ember felnő, másképpen gondolkozik, más, más lesz a stílus. Nagyon, tudod, hogy az emberek hét, hét évente teljesen kifordulnak önmagukból, azt mondják, remélem én nem. De, hogy, más leszel, nem? De, születnek, már az én gyerekeim is felnőttek, és hát húsz évesek, és, hogy, nem, nem csinálsz ugyanaz, nem viselkedett ugyanúgy, mint akkor. Ezt mondtam pontosan, hogy, hogy, hogy az elmúlt 16 év az az első 16 év az olyan volt, hogy az megismételhetetlen. az hittem, millió sztori, millió, de még egyszer nem tudnám ugyanazt megcsinálni. És pont, pont ezt mondtam bohóc kapcsolatban, hogy én nem tudtam elmenni a lemezbe, mert én akkor voltam kórházba, de a társaság többi része elment ugyanélkülem, és mondták, hogy egyik srác mesélt, hogy mentem az venni pólókat, és oda jött egy srác, meg egy, egy fószer, dumágattak ott, és kiderült, hogy az apja ugye a, a fehér hó EP óta jár koncertekre, és most már hordja a gyereket is magával. Tehát, hogyha ha egy, egy zenekar, generációs zenekarrá tud válni, akkor pár savanyújóska kritizálhatja a lemezeket, és minden joga megvan hozzá, hogy ne tetszen neki, de azért az, hogy valaki viszi a gyereket, és együtt nyomják a szövegeket, az valahol mégiscsak a zenekart igazolja. Persze, én azt mondom, hogy, hogy, hogy én is, hát millió zenekart követtek én is, a munkásságát minden szájpresszítő elkezdve, Ice Cube, akkor Red Hot Chili Peppersnek, meg soroljam, meg, meg, tényleg nagyon sok, meg rock zenekarokat is, meg minden. És akkor az ember meghallgatja, és nyugtázza, hát ki, ez se sikerült, ez most nem sikerült, annyira, az, az album. Aztán meghallgatod a következő, és azon, de kurva jó hype, de... jó jó példára. Igen, igen, az Elephant Sun itt kijött, mondtam, hogy az olyan szinten nem nekem szó, hogy félemetes. Alig tudtam eladni a mindját, amit igen, vettem belőle, igen, le, igen. de most az idei, a Back in Black talán, az meg kurva jó. Igen, igen. Mondom, a, de, 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 meg nem lehet ugyanazt csinálni, mondom, visszakanyarodok, mint húsz évvel ezelőtt. És egyébként így nem akarok ünneprontó lenni a bóca Bó kapcsolatban, de egyébként elkurvultuk az egész nyarat, és eléggé kapkodós lett a vége. Szóval, hogy lehetett volna hm. még jobb is. És nem, hála nem hála Istennek mindenki meg van elégedve, meg mindenki boldog, de egyébként a kártelán meg is másképp beszéltük az Oli, hogy lehetett volna még azért többet ö, ö, kihozni belőle, meg. Szóval, hogy, 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 hogy nyilván a nóták tök jók lettek, meg minden, de az ő összességében már kapkod, kapkodás volt. És és én is az volt, hogy ugye az egész nyarat végtúrnéztük, hál' Istennek, hogy most lehetett megint menni, és egyébként el kellett volna járni stúdióba akkor is a nyáron. Csak az Oli az egészet ellinkeskedte, meg minden, és ezért is van az, hogy hogy én, hogy én elég kevés. De mondjuk hál' Istennek a húzón Mótákban benne vagyok, de nem vagyok annyi dalba benne, mint például az old school. Ezt ez, ez nyeztem is a videóban, hogy, hogy kicsit nagyon háttér volt szorítva. Igen, meg is kérdezték a rajongók, meg minden, de valahogy nem tudom, így jött ki a lépés. És uh, én egyetlen egy dologba voltam. Uh, uh, nem mondom, hogy mérges, csak úgy oroltam az olira hogy a Boholcból kihagytak, mert az egy nagyon-nagyon jó nóta, és Igen. én akkor hallottam az alapját, amikor, amikor még semmi, még csak az volt, azt mondta a Józsa Alex, mert akkor pont valamelyik nótát vettem fölén én azt hiszem a stúdióban, és még a csajom is ott volt, a Zsófi, és, és akkor mutatta meg, akkor még egy ilyen 10 perces, egy ilyen, egy ilyen nagy monumentális Igen. mű volt belőle. És mondta az Alex, hogy ő, hogy ő erre majd valami kisfilmet akar, meg nyilván akar majd rá szöveget, meg mit tudom én, de akkor még egészen más volt vele, hogy ez majd valamilyen tíz perces, ilyen kis rövid film lesz, és ilyen, szóval ilyen kis film lesz, és, és az egész és Akkor hallgat, hallottam az alapot, és mondtam, hogy úristen, Alex, de komoly, mondta, hogy ilyen A bolosok, lesznek bolosok, benne, bolosok ilyen. meg minden, szóval, hogy ilyen zenekarra vetette fel az egészet, meg minden, és, és utána egyszer csak már hallottam, hogy kész az, és mondtam, hogy köszi. Ja, <laughs> meg próbálkoztak egyébként, hogy még egy-két helyre, hogy betegyenek meg, mit tudom, mondtam, hogy ez annyira kettőtök öre össze van rakva, hogy, hogy tök fölösleges, hogy oda de mondom, benne vagyok a húzó meg, meg így valahogy lett nekem egy szóló ez a csikánosztál, amit egyébként az én ötletem volt az egyik pillanatban, úgy volt, hogy úristen, megírom, hogy annyira jó film ez a vérkötelezés, hogy mennyire rápattantunk annak idején, és mennyire csikánok lettek, mind a mai napig én tiszta hülye vagyok, ilyen csikánó izé, löketem van minden pillanatban, és, és, és hogy, hogy fölhívtam ezzel az Alexet, és mondta, hogy pont van egy ilyen alapja, és tudod mi a vicc, hogy, hogy ez talán délután zajlott ez a beszélgetés, és délután telefonált a Zoli az Alex, hogy te nincs valamilyen latinos alapod, mert kéne egy ilyen vátalogó kettőszerűt csinálni. És mondta, hogy te, ma az lacával csináljuk. És az hogy jó, akkor a reprint hagyj énekeljem én, könyörgöm, mert hogy, hogy mondta az Alex, hogy ezt már megcsináltuk mi ketten. Szóval hogy így, így nézett ki. De egyébként nincsen benne rossz érzés, meg, meg, el vagyok, meg nyilván tudod, egy koncert úgy néz ki, hogy játszol egy pár dalt az új lemezről, de egyébként így is, úgy is a régieket kell játszani, ezt, ez mindenki tudja. É, igen, már még szerintem az igaz rajongók kíváncsiak az új dalokra is. De nem Most egyébként ilyen medliket senkit. csináltunk, ilyen, ilyen, benne van egyébként a, 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 dögzilla, a trombitorlók, gyógyszer, szóval hogy vannak ilyen medliket csináltunk, és hogy egy csomó ö, új dal van így, hogy mit tudom én egy vers? meg Akkor ha már szólónóta, meg Style, meg ilyenek, akkor most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy te csináltál egy teljesen saját ruhamárkát, ez a Big Daddy 7 itt látszik is két darab rajta, egy póló, meg egy pulcsi, hogy mikor, nyilván tetoválással foglalkozol benne, vagy ebbe az iparba, stb., foglalkoztál. Képzeld, eladtam a Tetkó még tavaly. Hoppá, erre lemaradtam. <laughs> igen. Igen, igen. Tehát, hogy a, nyilván az ambíciód meg volt a rajzoláshoz, meg a tervezéshez, meg ilyesmihez, de miért mondtad, most jöttél ezzel elő? Ugye voltak már korábban is cuccaid, de hogy ilyen koncentráltam, meg ennyire, hogy saját webshop, meg stb. még nem volt. Kérdez, hogy semmi közöm a rajzoláshoz, meg a grafikához, csak ötleteim vannak. Hmm. Tetováló volt, és nagyon jó tetoválóim voltak, és egy gyönyörű 17 évet tudhatok magam mögött, egyszer csak jött egy sugallat, csak hogy egy, egy, egy momentum erejéig megemlékezek erről a dologról. Egyszer csak jött az egyik fő tetoválom, kitalálta, hogy ő elmegy a tetkó szalombó Veszprémbe, mert hogy ő teljesen a gyerekét máshol akarja fölnevelni, minden, és akkor ott egyszer csak így jött egy ilyen sugallatom, hogy Azért nekem lehet, hogy ezt, ezt abba kéne hagynom. És nem csak azért, mert hogy, hogy, hogy elmegy a gergő, mert nyilván helyette találni ember, stb. 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 mindig egyébként ez egy örök körforgás volt, meg probléma, egyszer csak úgy jött nálam egy olyan, hogy uh, lehet, hogy elengedném a kezét. Az állandó lúrdiba járkálás, a izé, a cseszekedés, a... ment az üzlet, nem volt vele semmi baj, csak egyszerűen valahogy jött egy ilyen, egy ilyen érzés, hogy, hogy lehet, hogy most elég. És még a 18. évet sem, amikor nagykorú lett volna, azt se vártam meg. Valahogy úgy, és, és egyébként szerencsén volt, mert pont utána jött valami embertelen zárás, és aki átvette tőlem, szegény, ő, 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 ő ott a Lourdes-ba és zárt, és utána kiköltözött valóban a hétbe. Na mindegy, szóval jött egy ilyen sugallat, és akkor valahogy eleresztettem a kezét, de hál' Istennek pont jókor, meg minden rendben volt. Úgyhogy tetoválóim voltak mindig, és mindig nagyon-nagyon jó tetkósok, és mindig, mindig nagyon jól terveztek, de én nekem semmi közöm nem volt ez a, 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 a kézügyességhez, meg a rajzhoz, meg a, 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 dizájnoláshoz, meg ilyenek, de ötleteim mindig voltak, és képzeld, hogy úgy jött ez a ruhadoló, képzeld el, hogy, hogy valahogy én rápörögtem, erre millió szponzorunk volt, ruhaszponzorunk, voltak jó cuccaink, voltak nagyon szar cuccaink, nyilván neveket nem akarok említeni, mert Persze. nem akarok senkit megbántani, meg de, voltak, de, voltak olyan cuccok, amik jók voltak, és voltak olyan cuccok, amik nem voltak jók, mert szétestek rajtunk, meg széthullottak, meg szétszakadtak. És valahogy én mindig pörögtem arra, és most nem akarom itt Amerikát nagyon fényezni, mert nyilván ott se kolbászba a kerítés, de valahogy mindig, ahogyha kim voltam, meg mindig kint jártam, akkor mindig sikerült valami olyan pólót vennem, aminek tök jó volt az anyaga, kimostad ötször, mégse volt mosogató, hogy tudod, mert minden, hogy jó, jó, jó a póló, de majd kocsit mosni jó lesz, tudod, általában a két mosás után. Szóval hogy valahogy, valahogy mindig voltak olyan pólóim, ami embertenem favorit volt, és tudtam, hogy milyen az, amit én szeretek fölvenni. Ami olyan, hogy komfortosan érzem benne magam, Ö, nincs az, hogy nagyon aláizzadok, nyáron nem dög meleg, télen nem hideg, szóval, hogy, hogy úgy minden benne legyen, és hogy ezen elkezdtem gondolkodni, meg nyilván azon, hogy, hogy, hogy valami olyan dizájnokat csinálni, ami, 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 amit én is úgy szívesen hordanék, mert nyilván persze belefutsz olyanokba, ami, ami, ami úgy de tetszik, meg akár zenekaros póló, vagy bármilyen. Hogy de, de, hogy, de hogy azokat, azokat, a témákat kihozni, ami, ami, az én fejembe születik meg, és, és igazából még nincs kiforva a, a a webshopon, mert igazából háromféle stílusba fogok mozogni. Az egyik a klasszik, amiben ugye van a, a ez is például a klasszik, ugye Igen. a kis figura, és ez tökéletlenül jött ez a, ez a logó, mert a grafikusom kezdett el játszani a B, D és a 7 számmal, a két betűvel meg a számmal, hogy hogy tudná oda rakni, mert, mert nagyon szeretem, hogy itt fönt is van, meg a derekán is van, meg minden, és azzal játszott a betűk, és egyszer csak ezt így átküld, és az a Gergő kitalálta nekem a logómat. Mert egyébként meg a, ugye, azt hiszem ennek a hátámban az, ami, ami ugye az, az, első az volt, ez a kerek, benne az a fejkendős, tollal, ilyen szemüvege, az is mind a három én vagyok. A csikánó, a fejkendő, az indián, és ugye ez a szemüvegem a klasszik. Szóval, hogy lesz egy klasszik stílus, lesz egy csikánó stílus, meg lesz egy indián stílus. Hogy, 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 szóval ezt a hármat fogom majd, majd elkülöníteni az oldalon, és mindegyiknek lesznek mintái. És mondom, elsőnek az volt, hogy én hosszú hetekig, meg lehet azt mondani, hogy hónapokig bincsiztem a, a, a pólókat, meg az anyagokat, meg minden. Nyilván ezek egy megvásárolható pólók nagykerből, de nagyon-nagyon sokáig mentem utána, ne legyen oldalvarása. Én nem szeretném, hogy címke legyen a nyakában, nem nyomot legyen. Az egész, mondom, az anyaga olyan legyen, hogy puha legyen, vékony, de de ne legyen mosogató és, és ugyanez vonatkozik a kapucnisomra is, szóval, hogy, hogy én elnézek, hogy ilyen, ilyen webshopokban ilyen 6-8-10 ezer forintokért mennek ilyen kínai ö, piacos izére rányomott ö, minták, és, és akkor ö, mindegy, aztán tudod, az emberek elmennek benne, aztán mozognak kettőt, kimossák háromszor, és utána konkrétan az van, hogy jó, majd a Kocsit szerelni, jól ez. Hát én, ne, én nem ezt szeretném. Én azt szeretném, és nyilván nem szeretnék el, elrugaszkodni az árakkal, de én azt szeretném, hogy, hogy ez egy jó viselet legyen, és az embereknek tetszen a mint. Nyilván az én fejembe születik, meg, és elsősorban mindig arról szól, hogy, hogy ó, úristen, de tetszik, amikor jön a mintával, a, meg, meg, meg kidolgozza a grafikus, de nyilván megkérdezek mindenkit, meg most még mondom, ez a tapasztalatgyűjtési stádium van hogy mindenkinek megírom, hogy akik akik rendeltek, hogy kérek fényképet, hogyha fölvették, kérek véleményt, véleményezzék, mondják, hogy érkezett meg a cucc, a csomagolás, minden, és és meglepődnek az emberek, meg úgy írnak vissza e-mailt, hogy sziasztok, én izé rendeltem, és izé, És akkor én, én vagyok egy személybe, akár, mit lehet mondani, nincsen stáb mögöttem, én csinálok mindent. Én adom fel a cuccokot, én hozzám jön be a megrendelés, én csomagolok, én viszem fel a, a Fox Posthoz, és én válaszolok az e -mail, és én hívom fel az embereket, és szerintem ez baromira tetszik nekik. Biztosan. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb elfogy az e időm, energiám, erre, és akkor lesz nagy stábom, de hát az még hol van? Meg szeretem csinálni, szóval jó. Úgyhogy mondom, tapasztalatgyűjtés van. Elve annyira lelkesen beszélsz, hogy le se tudnád tagadni, szereted ezt csinálni. Igen, de. jó, és mondom, a, a csajom, a, a zsófikám, az, a mancikám, mert igazából én őt úgy hívom, őt, ő annyira... De egyébként szövegírásba is, meg mikor megmutatok neki egy új alapot, meg szöveget, meg mit olyan annyira közönségfül, meg közönség szem, meg meg, ö, meg, szó, hogy olyan jó tanácsokat, meg olyan jókat tud mondani ezzel kapcsolatban, hogy mindig szeretem meghallgatni a véleményét, mint szövegben is, meg mind abban is, hogy most figyelj, most azt találtam ki, hogy olyan sapka legyen hogy ide, ne várja akkor az út legyen, és, és tök, tök, tök jó, tök jó, bejönnek. Most jövök majd ki egy kötött csapkával, és egy ilyen téli csapkával is. Nagyon remélem, hogy még egy mintával, még ne, és már van még egy minta, meg, meg a fejemben van millió dolog, meg, meg viszki akarok, meg mindent akarok, nem tudom, hogy hogy fogom tudni megoldani, de igyekszem. Ugye azért, amikor elkezdett promózni ezt a, a márkát, akkor elég jó nevű emberek, nyilván olyan emberek, akik ugye barátaid, ismerőseid, haverok, de azt mondták, hogy persze, hogy ne csináljunk közös fotót, és promózd ezzel is az utcadat. Azért az biztos nagy dolog, és nyilván a barátság önmagában kevés, azt mondom, hogy a Bocskor Gábor odárjon egy fotóra. Azért ez jó visszaigazolás neked, nem? Ez elképesztő, szó, hogy, hogy képzeld, képzeld, hogy megkerestem a Csonka Bandit is, mert ővel is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és akartam valami olyan embert, aki, aki nem ebbe a közegbe van, mint mi. To, nem Régi. a mi kutyánk kölyke, hogy ezt Régi. tudod, De ezt, persze, a, ezt persze, szoktuk persze. mondani. De, de a csonkaban olyan aranyos, és azonnal igen, mondott, csak képzeld, hogy nem tudott eljönni a fotózásra, nagyon sajnáltam, mert valami üzleti ebédje volt, vagy valami, de de, de hozzátartik azt, hogy, 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 hogy amit te mondasz, hogy tényleg nagyon-nagyon jó visszaigazolás, hogy, hogy azonnal igen mondtak, és, és nem volt az, hogy jaj, meg, meg tudod, szokott itt ebben a szakmába az lenni, hogy vele mosolygunk, persze, nagyon jó a lemezed, meg nagyon jó vagy, meg úgy szeretlek, meg és akkor tudod, el, meg oh. Tudod, én, én... Tudod, milyen ez. Persze, de ismer, persze, ismered persze. ezt. És, és én azt gondolom, hogy... hogy hogy én velem nem ilyenek. Szóval, hogy, 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 hogy hogyha azt mondják, hogy, hogy igen, vállalom, akkor vaj, mert, én, is, én is őszinte vagyok mindig mindenkivel, és megmondom, hogy te figyelj, ez nem fog beleférni, vagy nagyon szívesen, és, és, és ugyanezt én is elvárom, és, és ugyanez volt, hogy, 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 főhívtam, elküldtem a bocsinat például, a, a, akkor még négy mintám volt, és akkor azt mondja, hogy ú, de jó, kettő nagyon tetszik is. És képzeld, a kislányával eljött a Nórival, és a, a csajom kisfiával dumágat, تقوى نتمكن ráadásul az utolsó 10 percre ért oda a bocsi, de ott volt a pap Feri, meg a ugye ott volt a Szepi barátunk, aki már ezer éve nagyon nagy barátunk, és ő a legnagyobb csikánó, és, és mondom, és most már megint vannak tervek, hogy kivel akarok beszélni, és kivel akarok fotóztatni, mert akarok majd még egy ilyen fotósorozatot, a Macsuga Laci, meg kell említsem Macsuga Lacit, mert annyira jó fotós, ő fotózza mindig a borítónkat, meg a, meg a mindent ő csin, és annyira profi, és olyan gyorsan le tudja zavarni, és annyira érzi az egészet, hogy, hogy őt kértem meg, természetesen ő is nagyon-nagyon kedvező áron, és nagyon kedvesen, és azonnal igen mondott, és mondom, tehát jó, jó visszajelzés az, az egészre, meg az is jó visszajelzés volt például, hogy a Bocsi, meg a Háder Gyurinak is adtam egy pólót képzett, de fölvették a stúdióba, hm. és megemlítették. Ez mekkora nagy dolog, hát hogy igen. egy milliók által hallgatott reggeli műs a retro rádió, a bocskor érted, beszélnek az én pólomról, jó, nyilván nem mondták be a, web, a webshopnak a címét, meg minden, de hogy az én pólomról beszélnek, hogy igen, és mondja a bocsi, igen, a Big Daddy Lacától kaptam, mert most divat diktátor lett, igen, a Laca öltöztett, és akkor így volt benne vicc, de, t -t -t, t -t, tök jó volt, és tényleg jó visszajelzés, hogy egy bocsi, aki, aki a gondolkodás nélkül fölkapja az én pólómat. És hál' Istennek jók a visszajelzések, és jó minden. Figyelj, azért itt már beszéltünk zenéről, ruhamárkáról, ilyesmiről. Azt mondd meg nekem, hogy te valahogy kimaradtál, sőt, talán teljesen a bulvárból ez alatt a 28 év a kártel alatt. Ez neked tudatos döntés volt? Igen. <laughs> én igen. Én csak mondom annak, aki csak hallgatja az adást, és nem nézi, hogy ezt a, ezt a momentumot nézze meg a Youtube-on, ezt az arcot érdemes. Kézzel, hogy úgy indult az egész dolog, hogy amikor az első szülött fiam született, akkor, akkor csináltunk valami, vagy csináltak rólunk valami fotóshoz, és azt hiszem valami újságban meg is jelent. És akkor elkezdtek csipegetni, de előtte nem sokkal volt a balesetem. És képzeld, hogy akkor úgy rám csippantottak, tudod? és akkor elkezdtek ilyen cikkek megjelenni, itt, ott, amott, stb., és akkor tudod, hát én borzasztó sokat szenvedtem a balesetem után, én, én, én 22 hétig voltam gipszben, azt el tudod képzelni, hogy kétszer 11 hétnek egy hét e, volt a kétszer 11 hét között, egy hét, amikor nem volt rajtam gipsz, egyébként 22 hétig voltam gipszbe, Bordoszta. elképesztő dolog volt, menni nem tudtam, koncertre nem tudtam járni, pénzem nem volt, izé minden, és akkor elkezdtek kitalálni ezek a bulváros izék, és akkor megjelent egy, egy, azt hiszem, a Star magazinba vagy olyan, nem tudom, ott, szerintem ott zártam le, én nagyon rövidre ezt a dolgot, megjelent a Star magazinba egy olyan cikk, hogy, Ugye nagyon sokáig egy mankóval mentem, ilyen könyök mankóval, mert azért kellett támaszkodnom, nem kettővel, hanem már egyel a végén, de nagyon sokáig sántikáltam. És kérde megjelent egy olyan cikk, hogy ez a fotó, így állok, így vigyorgók, de hát nyilván mankóval vagyok, és a következő szöveg van odaírva, hogy Big Daddy Laca kificamította bokáját, Kvázi olyan balesetem volt, hogy tudja mindenki, olyan volt, hogy az én jobb bokám, az, 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 nyílt bokaficamnak hívják, de nyílt bokatörésem volt. Szóval ki volt törve a lábfejem, így jobbra kifelé, úgy, hogy a csontom lát, a sípcsontom látszódott. Szóval majdnem, hogy szatyorba hozták utánam a lábfejemet, kvázi, szóval, hogy, hogy éppen csak egy bőr tartotta. A szöveg az volt a képnél, hogy Pégdedi Laca kificamította a bokáját, és sántikál egy picit, de lehet, hogy nem is igaz ez, csak megjátsza, mert ő ilyen, ilyen mókás, ilyen bohókás fiú. Tehát szóval valami értelme volt ennek a cikknek. Mondom, ki akkor Anya, ö, ír meg egy ilyen cikket, amikor utána se néz annak, hogy velem mi történt, meg mi volt, meg meg milyen traumám mentem én keresztül, meg akkor született meg a botifiam, és akkor én feküdtem, és nem tudtam még csak ölbevenni se a gyerekemet, meg a, olyan dolgokon mentem, hogy ki az, aki, ki mer részel egy ilyet megírni? És betelefonáltam a Star a, a szerkesztőségébe, és ö, mondtam, hogy szevasztok, én Békteti Laca vagyok, Kalmár Laca, és szeretném megtudni, hogy ki volt ez, ez az, aki ezt a cikket írta. Jaj, Laca, hát ezt nevet annyira komolyan, nem tudom, kivel beszéltem ma ott, mert itt ez úgy zajlik, hogy ott egyszer csak van egy kép rólad, valami lesifotós, vagy akárki klatyol egy képet, és utána van egy ember, aki, aki kitalál mellé egy szöveget. Na mondom, minden figyeljetek. Ha még egy ilyen kép megjelenik rólam, egy ilyen kitalált szövege, akkor bemegyek, és valószínű, hogy ott valaki nagyon-nagyon rosszul fog járni, de az biztos, hogy szétverem az egész szerkesztőséget, mert itt a telefonszáma, és ha valamit meg akartok tudni, akkor hívjatok föl, és én nagyon szívesen válaszolok a kérdése, de az, hogy ti kitaláltok bármit, és bármilyen kép mellé bármit oda ficcentetek, az kikérem magamnak. És akkor, oké, okay, ott le is a dolog, akkor még a, a blikkes panka próbálkozott egyszer, kétszer mondtam, imádlak, szeretnek, nem, és, és, hívogattak még ilyen főzőműsorokba, meg ilyenek, és akkor volt az, még elgondolkodtam egy ilyen főzőműsor, mert nyilván szeretek főzicskézni, de akkor is nem nemet mondtam, és akkor így, így, szerintem ott került pont a végére, hogy utána már elfelejtettek így hívogatni. Nyilván nehéz így vissza, meg visszabújni, mert egyébként nem voltam egy nagy Facebook posztoló sem, meg mit, nyilván egy-két hülyeséget posztoltam, most egyébként a póló miatt elég sűrűn kéne, meg kell, meg ilyenek, próbálkozok. És akkor ennyi igazából. De de, de hála Istennek tényleg de a, vállása, a... a vállásomat is elkerült az egész bulvár, meg minden. Szóval hogy én engem nem pécéztek. Gondolj bele, hogy hazamentem a kórházból, kitettem az ominózus videótól, elmondtam, hogy időembóliám volt, meg stb. És akkor megkeresett, nem mondom melyik újságtól, nem mondom kicsoda, szintén ilyen bulvár, online bulvártól, hogy beszélgessünk erről. De mondom, mit? Hát, amit én el akartam mondani, ennek kapcsán ott van a videóban. De hát, hogy, hogy de hogy nem úgy exkluzívat. Figyelj, nem. És akkor utána megkest a vincs. Exkluzív ott van a videóban, igen, nem értik. Igen. És akkor megkest a vincs a fényforgástól, és mondja, hogy neki lenne egy koncepciója, csináljunk egy interjút erről az egészről, az otthoni lábadozásról, a dalokon, meg dalszövegeken keresztül. Oké, csináljuk meg, ez egy jó ötlet. És ebben nem az van, hogy én abból akarok bármit is csinálni, hogy, hogy én velem történt egy ilyen, ami bárki megtörténhet. És akkor ugye, az egy tök jó interjú lett és tök szívesen osztottam meg, de most ami ilyen hülyeség. De mondjuk itt legalább felhívtak. Mondjuk oké, okay, én 42 rangú senki vagyok, tudod, de akkor is azért így... Azért a te neved, azért a színegető Ricsi azért ebbe a szakmában azért okay, ez, ez, okay, ezt tud. Oké, okay, rendben, érted, de hogy pont, azoknak való a bulvár, én azt mondom, akik, akik, pont egy produktum nélküli senkik, és akkor nekik kell, hogy valami cikk megjelenjen mondjuk itt győzikét, vagy akárkit érted. Akik, akiknek valamit kell mindenféleképpen mondani, vagy böffenteni egy héten kétszer valamelyik bulvár szennylapba, hogy, hogy, ők, hogy, hogy, hogy itt vagyok még, azt hiszem, hogy mi mással mutatjuk meg, hogy itt vagyunk, és, és hívnak. És, és, és akarják, hogy, hogy beszéljünk a, a dolgainkról, úgyhogy ennyi. Ugye előbb említetted, hogy korábban, ugye a Váltalókó előtt korábban szöveget csak a hooligansnak írtál. Ugye ott, ott többek között vannak olyan slágerek is, amik hozzád köthetőek, meg szíven nekedves nóták is. Viszont utána neked volt zenekarod is. Ugye csináltatok egy zenekart az Olival KGB néven, ami egy ilyen, ilyen punk rock and roll volt. Jó, de jó volt. Figyelj, az, a, a zenekar <laughs> szerintem nem futott ki, nem? Tehát, hogy az, 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 valahogy, valahogy nem kapta meg azt a figyelmet, <laughs> a, amit érdemelt volna. <laughs> Figyelj, ez egy tök, tök érdekes, a szívem csücske a KGB. Képződ, most majd játszunk szeptember 29-én a Petőfi kultúrtérben, és ugye szösszőt, tehát nyilván is, mert a Igen, meg jóba is vagytok nagyon, ősz Fehérvári. És azt most kitaláltam, mert a Tóni mondta, hogy mindenféleképpen legyen előzenekar, és mondom, akkor joysticks. És akkor ú, a nagyon örültek, meg a is, én nagyon-nagyon jóba vagyunk, mert, mert, tudni kell, hogy amikor a kontor kiszállt, akkor a Szösző lett a gitáros Igen. énekes, és mi alatt úgy vettük be a szöszőt, hogy már millió embert kipróbáltunk, hogy ki a gitáros énekes, és a szöszőt mikor főhívtuk, mert a Drizner Dénes, az megvan a Dénes A Drizner Dénes mondta, hogy miért nem is. hívott föl a szöszőt, tehát a legnagyobb pankrakendról arcozik, és én nem is tudtam, hogy ki az a képzeld képzede akkor még. És főhívtam, és, és, és ültünk az zoli val akkor már túl voltunk két-három meghallgatáson, még egy srác még ott is ült, aki debreceni volt, csak később indult a vonata, és a szösző. Ott, hogy figyelj, én oda megyek, beszélgethetünk, de nem tudunk próbálni, mert egyrészt nem tudok megtanulni egy-két egy dalt se, mert elutazom. Sziciliába nyaralni, és utána hazajövök, és akkor lesz a buli. Hát mondom, figyelj, oké, okay, de legalább gyere már ide, és hogy nézzünk meg. És azt kiültünk az oli valami külső teraszon, valami kocsmába, mellettünk ült meg egy gitáros énekes gyerek, akit kipróbáltunk, de szegény nyilván jó gitározott, meg jól énekel, de nem volt, nem volt az, hogy azt mondtuk volna, és a szűző jött, és egy hangot nem játszott, még, még csak sétált oda, és az Zoli már bögdösött. ott jön a gitáros, Énekesünk, ott jön a gitáros énekesünk, még egy hangot nem játszott az össző, de a kinézet az annyira, is milyen degenerált hülyék vagyunk, hogy az volt, hogy baszd de jól néz ki, hallod, Nézze egy kötött sapka nyárom, póló érted, szűk commerce, láncos pénznáca, egy meg minden, ott a, ott a gitáros énekes szó, hogy így. Na és akkor a sztorira. 29-én Joy lesz az előzenekar, és erre, 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 elkezdtünk gondolkodni, hogy basszus, hát már ott van a szösző, meg ott leszünk mi is, mert mi a kártán játszik, utána, ha játszunk már egy pár KGB-nótát. Úgyhogy... Úgyhogy eljátszunk három dalt, majd úgy, hogy a izé, hogy a szösző, lenyomják a programjukat, mi lejátszunk három dalt, és akkor utána majd mi a jövünk föl a kártelel, úgyhogy, és nyilván elgondolkodtunk, és annyira hülyék vagyunk, mert azon gondolkodtunk a január 7-ei Zoli szülinapi buli, ami a Barba Negrával lesz, hogy ki legyen a zenekar, és az action lesz, és basszik, most jutunk rá, hogy a kurva életben hát nekünk kellett volna a kgb ről az előzenekar lenni, a szösző biztos benne lett volna Nyilván kellett volna próbálni egyet-kettőt, de szóval <coughs> visszakanyarodva a kg-be az annyira szívünk csöcske volt, és nem futotta ki magát, mert a kontor idő, időnek előtte kiszállt. Mert ott őt szerintem a Szabó Eszter hűítette meg, az akkori élettársa, vagy felesége, vagy hogy nevezzük. És a, de a kontor nagyon jó volt, és most is egy nagyon jó srác, mert egyébként nem is tudom, mikor egy-két egy éve beszéltem vele, és most a TomTom -tom stúdióban van, és ő egy nagyon-nagyon jó gitáros, meg egy nagyon-nagyon jó énekhangú gyerek volt, és... És, és, nagyon jó volt, mert ez, ebbe az albumban benne volt minden, minden hülyeségünk, minden szeretetünk, minden faszkodásunk, vagy nem tudom, hogy mondjam. Annyira kisgyerekünk volt egy, 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 egy azt hiszem, 32 perc az album, egy, punk manifestum, mindig így hívtuk, és annyira jó, önironikus, az is például, hogy az elején akkor is a végén kiszedett. Abszolút. Mutka hallgattam melóba, egyébként, ahol dolgozom, ott áruljuk is a áruljuk és a CD-t, és kezdődött a léhűtés. És a kolléganőm fiatal, 20 pár éves, és ugye ő nem ismeri ezeket a zenéket. Ez, ez mi? Az, ez vicces, mondom, no, ugye? <laughs> Tegnap megint sehol nem voltam. Igen, Egész Egész a tökövet lógattam. <laughs> Annyira vicces. És két a egyébként mi csináltunk négy dalt, és eljátszunk abból is, hogy kell egy meló, Ö, azt is játszunk majd, mert a Garázsországot fogjuk szerintem eljátszani, a kell egy meló, meg azt hiszem egy Ramos nótát szóval így jön össze három nót, kell egy melónak, meg most nyerítettünk a zoli mert a Zoli írta a fürdök átba ezt a dal, és a következő refrénje. Kell egy meló, nincsen zsuzsó, nincsen jövő, legyél betörő. Ez, ez a repülőn. És annyira nevettünk ezen az oli, hogy te ennyire hülye vagy, bazzek, hogy legyél betörő, nincs jövő, legyél betörő. Szóval hogy ez annyira. Na mindegy. Szerintem, szerintem most egy picit fölpesdítettük, és nem azt mondom, hogy most újból be akarjuk futtatni, hanem szerintem fogunk játszani majd. Mert annyira régen nem játszottunk, hogy fogunk játszani. Hát én ennek mindenképpen örülnék. és egy kérdésem van még, ami igazából kettő lesz, hogy ugye mondtad, említetted, hogy jövőre 55 leszel, meg ilyen ilyesmi. Az Olinak meg három könyve, vagy kettő, meg ugye egy, sőt, hát három, meg ugye még, még egy, még egy kártel könyv is. Te nem gondoltál rá, hogy írsz egy memoárt esetleg? Ez az egyik fel a kérdésnek. A másik pedig az, hogy van-e még olyan dolog, amit ö, akár a kártelel, akár te, mint, ö, mint Big Daddy Laca, vagy akár a KG-be bármivel el szeretnél az életbe mindenképpen? Ez egy ilyen könnyed záró kérdés mind a kettő. A, a, akkor az előzőre válaszol ez a, ez a memoár. Egy, ö, senki nem jött még, meg én úgy gondolom, hogy az emberek leélnek egy, egy szép, tisztességes életet, és akkor utána úgy, úgy szépen úgy el, el tudnak kezdni beszélni a dologról. Biztos tudnék nagyon-nagyon sok sztorit, meg nagyon-nagyon jó dolgokat mesélni, de, de remélem van még sok előttem. Ö, és ö, nem tudom, nem, nem, nem gondolom. Én, én biztos, hogy nem ülnék neki, hogy én most, hogy én most leírkálom, hogy, hogy én velem mi történt. Írtam egyszer egy ilyen, még a Szántai Zsoltal egy ilyen egy ilyen kis regényt, aznak az volt a címe, hogy Tekilavér, és az ilyen három jó barátról szólt, és akkor mindegy ott... egy, 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 egyébként egész jól sikerült, azt utána a csaputomival Tomival újból kiadtuk valamikor, azt hiszem tíz évvel később, egy más borítása, meg minden. A Heldorádó újra töltve környékén, azt hiszem. Igen igen, 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 Tekilavér, és annak is mindig mondták, hogy jó, írd már meg a folytatásod, mert egyébként nyit, nyitva maradt a vége, úgy szóval annyira, hogy lehetett volna folytatni, de egyszerűen már más másod már nem, már nem tudtam odaülni, meg már nem volt annyi időm, már az éjszakákon át írtam, írtam, meg körmöltem, meg gépeltem, úgyhogy annak is lehetne folytatása, de de mondom, nem, nem, úgy, nem úgy kanyarodott az életem, hogy, hogy, hogy most lenne arra időm. A, az, az, hogy, az, hogy most a KGB-vel vagy, tudod, mi hiányzott nekem nagyon, meg mi hiányzik, hogy, hogy, hogy úgy basszus gitár, úgy nagyon egy zenekarba. Szóval, hogy, hogy, hogy jó lett volna, hogyha a KGB legalább annyira megy, hogy, hogy nyilván egyértelmű, hogy a kártel, a főzenekar, és, és, és annak szenteljük szinte a 90 át a dolgainak, és hogyha maradt volna 10 a KGB-nek, annak én nagyon örültem volna. Nagyon, nagyon, jó lett volna, hogyha basszus volna, nekem nagyon-nagyon hiányzik a hangszeres megjelenés. Szóval, hogy, hogy nyilván Szerintem a Kárt nagyon-nagyon sok mindent, orangyirabb díjakat, sziget-nagy színpadokat, nagyon nagy közönség előtt való játszásokat, nagyon-nagyon sok lemezeladásokat. Nekem még otthon mindig megvan, nyilván a Eldorado Platina, ami 50 ezer eladott eh, lemez után jár, meg. meg. Szóval, hogy, hogy így, szerintem úgy, úgy, úgy minden megvolt. Két gyönyörű, szép nagy fiam van, a nagyobbik az. Ö, ö, őt fölvették a lisztre, a jazzongora szakra, a úgy, úgyhogy azt el dolgozik, külön költözött, külön élt, tök jó menedzseli magát. A kisebbik fiam is most alakítja ki a legjobb szakmákat, amiket lehet majd magának. Ő egyébként autista, de, de teljesen önellátó és nagyon-nagyon jó fej, kisrác nyertem, hogyha így mondhatok, még egy tíz évest a csajomnak, a kisfiát, a zalának, egy nagyon vagány, nagyon menő kis rác, nagyon szeretjük egymást, nagyon jóba vagyunk, majd meglátjuk, hogy velem mi lesz. Tulajdonképpen mindenem megvolt, szeretném ezt a ruhamárkát is úgy, ahogy, a, úgy, ahogy mások, hogy, hogy boltot nyitni rá, meg minden megcsinálni, de mondom, hogyha a, hogy nincs hiányérzetem, nagyon-nagyon sok mindent megéltünk, és nagyon-nagyon jól éltünk, és nagyon jól élek, mind a mai nap is, boldogságban jó mindenhogy, de hogyha kérhetnék egy dolgot, akkor az az lenne, hogy basszusgitározhassak sokat. <laughs> Mert azt az ott, hogy nálam van az Elekszácsnak a bőgője, ami igen, páratlan igen, 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 szinte igen. a világon, és nagyon-nagyon jó mutyum van, még elsőként vettem meg a fejestől az Esdán cuccokat, a Evo 2500-as fejemet, meg a ládámat, ezek még angol cuccok, nem a kínaiak, és nagyon-nagyon jó a cuccom, urh van, minden hangológépen benne, berekkelve, minden, nagyon-nagyon jó mutyum van, nagyon a, gyönyörű gyitás. azt azért, azért közbeszúrom, hogy ha valaki hallgatók közül nem tudná, amúgy mondjuk az eleve irgomburgom, nem tudja, hogy a basszusgitár, amit a Laca előbb említett, ugye a Bon Jovi alapító basszusgitárasa volt, nemrég hunyt el az úriember. Igen, az Elek John Szács is, az rá van írva a fejére, hogy Tu Hungarian Brother, Elek John Szács. Szóval még dedikálva is van a feje, páratlan a világon, ezelőtt tizen akárhány évvel akarta megvenni tőlem a fejes, hogy megveszi a Lukácsnak, de nem adtam el. ez nem is az a gitár, amit elad az ember. Szóval nagyon szeretnék játszani, és nyilván nagyon keveset veszem a kezembe a mert, mert nincs miért pöncörögni. Hogyha, hogyha lenne miért pöncörögni, akkor reggeltől estig gyakorolnék. Úgyhogy ez az, ami úgy hiányozna az életemből. Laca, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem nem tök jól beszélgettünk. Köszönöm, hogy Nektek pedig mondom, hogy a leírásban ott van a a webshop link, tessék megnézni, és rendelni olyan jók kis pólókat, meg egyéb kiegészítőket. Aztán a, azon a december 29-e fehérvári koncerten meg találkozzunk, mert ha eddig nem akartam volna menni, most megkötelező ezek után, egy kárgyedés Megyünk mindenképpen, mert most így, így abszolút meg is jött hozzá a kedvem, már eddig is, eddig is terve volt. Ha pedig szeretnétek támogatni az adást és a csatornát, ennek is megvan minden módja a leírásban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!